Jó napot kívánok! 3 éves a Magyar Nemzeti Tanács, ez a Szubjektív Kórhec Tamással, az MNT elnökével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszélgetést rögzítjük csütörtökön délelőtt 10 óra 25 perckor, ezt a nézők kedvéért mondom. Az elmúlt 3 évet hogyan jellemezni azon kívül, hogy rengeteget dolgoztak? Tehát, hogyha munkát nem tekintjük, akkor azon túlmenően. Ugye ez a 3-as szám, ez bizonyos szempontból egy ilyen mitológiai szám és varázslatos szám a népmesékben, a néphagyományokban, a mitoszokban megjelenő szám. És azt gondolom, hogy a mi életünkben is egy külön szerepe van, ahogy a kisgyermeknek az életében is egy nagyon fontos szerepe van. Hiszen gondoljunk bele, hogy 3 éves korunkhoz kötődik az az időszak, amikor már ugye az emlékeink rögzülnek, és felnőtt fejjel is emlékezünk azokra a dolgokra, amelyek 3 éves korunkban történnek meg velünk. Hát én remélem, hogy a Magyar Nemzeti Tanács történetében is ez a 3 év, ez a 3 éves kor, ez egy ilyen fontos pont lesz, amely emlékezetes marad a közösségünk vonatkozásában. Ugye említette a szerkesztőasszony, hogy hát sokat dolgoztunk, de azt gondolom, hogy ha jellemezni kellene ezt a 3 évet, akkor ez abból állt, hogy a magunk számára nagyon magasra állított lécet vagy léceket folyamatosan rohamoztuk meg ebben az időszakban azzal a szándékkal, hogy átugorjuk ezt a magasra állított lécet. Tehát az valóban... elnézést, az a gond ezzel a léccel, hogy ennek a beállítása nem csak önöktől függött. Tehát az, hogy önök egy bizonyos magasságig beállították, csak közben voltak, akik mozgatták ezt a lécet. Hát talán nem is mozgatták, de volt, amikor a talaj lejtett, és ugye egy lejtős talajon megugorni ugyanazt a magasságot, ugyanazt a tengerszint feletti magasságot nem ugyanaz. Tehát ebből a szempontból valójában mi állítottuk mindig föl a léceket magunk elé. Csak hát volt, amikor ellenszék volt, volt, amikor ugye lejtett a talaj, volt, amikor csúszott a talaj alattunk, de folyamatosan rohamoztuk ezeket a magasra állított léceket és mércéket. Ugye hát ez akkor kezdődött meg, amikor a Magyar Összefogás ugye egy nagyon konkrét programmal, nagyon konkrét vállalásokkal állt az emberek elé 2010-ben, és hát attól kezdve mi folyamatosan ezeket a nagyon konkrét vállalásokat próbáljuk a gyakorlatban megvalósítani, sőt, esetenként ezeket a léceket időközben magasabbra helyeztük. Tehát amikor ugye első nekifutásra sikerült átugrani egy-egy vállalás esetében ezt a képzeletbeli lécet, akkor utána a következő évben vagy a következő pillanatban még magasabbra helyeztük ezt a lécet. Tehát ebből a szempontból egy igen kreatív időszak van mögöttünk. Hát gondoljunk bele, hogy csak az utolsó ülésünk anyagát tekintve, ahol mindössze néhány napirendi pont volt, hát olyan témákat tárgyaltunk meg, amelyek alapvetően nem szerepeltek a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Összefogás ígéretei között, és mégis rendkívül fontos, a közösség számára rendkívül jelentős dolgokról szóltak ezek a napirendi pontok. Gondoljuk csak a magyar szerb történelmi megbékélésre, gondoljunk a váradi kiválósági ösztöndíjra. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek beleilleszkednek a mi stratégiai terveinkbe, a vállalásainkba, az eddigi munkánkba, de most konkretizálódtak ugye az idő folyamán, most derült ki, hogy ezekre is lehetőség van. Mi, ahol csak lehet, megragadtuk ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy körülbelül ez jellemezte ezt a 3 évet. Hogyha más oldalról közelítjük meg ezt a 3 évet, akkor ugye ez arról is szólt, hogy bennünk, a csapatunkban meglevő erőt, hitet, optimizmust, azt megpróbáltuk minél szélesebb körbe kisugározni a magyar közösségre, mert az nem titok, hogy én egy ilyen roppant optimizmussal teli ember vagyok, és hittel, erős a hitem, és sajnos a magyar közösségre ez nem jellemző, vagy nem volt jellemző, amikor mi megkezdtük a munkát, és azt gondolom, hogy ma elmondhatjuk bátran azt, hogy jóval több ember társult ehhez, tehát jóval több ember van ebben a magyar közösségben, aki hisz a saját erejébe, hisz a saját közösségébe, hisz abban, hogy lehet fejlődni, lehet haladni. És én azt gondolom, hogy ha csak pár száz ilyen emberrel bővült az optimisták, az erősek,
a hittel rendelkező embereknek a száma, akkor ez már egy hatalmas minőségi változás. Ugye, de természetesen a félig teli poharat azt lehet a másik oldalról is szemlélni. Ugye még nagyon sokan vannak a közösségünkben, akire ez a kisugárzás, akire ez a változás nem jellemző, és azon kell dolgoznunk a maradék időnkben, hogy tovább bővüljön ezeknek a tábora. Ehhez hitelesnek kell lenni, ehhez az kell, hogy továbbra is tartsuk az ígéreteinket, és ehhez kellenek azok a konkrét intézkedések, programok, amelyeknek már az eredményei erősítik meg az emberekben a hitet, mert nem a vállalások erősítik a hitet, hanem a személyes példamutatás és a felmutatott eredmények. És szerencsére ezekből is egyre több van, úgyhogy ezért vagyok továbbra is rendületlenül optimista. Ha már egy 3 éves gyerek példájával támasztotta alá azt, ami az MNT körül történt megalakulása óta, akkor engedje meg, hogy egy személyes dologgal jöjjek. 3 éves volt a legkisebb fiam, amikor megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, és hát az emlékei valóban vannak, mert hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot tudja, meg is nevezi, és a vackorral rögtön párhuzamba hozza, és épp ez volt a legfontosabb egyik vállalásuk, természetesen nem a vackor, hanem az oktatásnak és a tovább tanulásnak az ösztönzése. Meg talán az is, hogy anyu nagyon sokszor túlórázott abban az időben, amikor az MNT alakult, tehát erről is valószínűleg emlékezetes volt. Igen, vackor az azért mélyebb nyomot hagyott benne. Elégedette azzal, amit az ösztöndíjasok fölmutatnak? Tehát megvalósult-e az, amit ön tervezett, amit szeretett volna? Az ön családjában nagyon nagy hagyománya van a tanulásnak, a tudásnak. Hát én csak megerősödtem abban a hitemben és meggyőződésemben, hogy a képzettség, a tudás, a hasznosítható készségek a legfontosabbak az ember, az egyén és a közösség érvényesülésében is. Tehát ebben a vonatkozásban ez az elmúlt 3 év, illetve ezeknek a programoknak az elmúlt 2 esztendeje, azok valóban csak megerősítettek ebben, hogy igenis a közösségünknek a kitörési pontja, a kitörési lehetősége az valóban az oktatás, a képzés, a képzettség, a diploma, és ebben a vonatkozásban csak megerősödtem. Abban is megerősödtem, hogy igenis lehet hatni a folyamatokra. Tehát, hogy azok a megörökölt gyengeségei a magyar közösségnek, amelyek eddig visszahúztak bennünket, vagy amelyek a magyar közösséget a társadalom peremére szorították évtizedeken keresztül, tehát ezeken lehet változtatni. Tehát ezek nem elrendelt dolgok, ezek nem olyan dolgok, hogy igenis, ez most így van, és ez így kell, hogy legyen, és a nyomor újra termeli magát, a butaság újra termeli magát, a képzetlenség újra termeli magát. Nem, igenis, szakpolitikai eszközökkel, összefogással, sok-sok ésszel és izzadsággal, verejtékkel ezen változtatni lehet. Ebben is megerősödtem, hiszen a számok minket igazolnak. Tehát 2 év alatt, és azért nem mondok 3-at, mert igazából a végrehajtás az 2 éve zajlik, elértük azt, hogy ma a magyar fiatalok azok többen iratkoznak érettségit adó középiskolai szakokra, mint a szerbiai átlag. És legalább 20%-kal le voltunk maradva ebben a vonatkozásban. Egyértelműen nőtt az itthon egyetemre és főiskolára járó magyar fiataloknak az abszolút száma és aránya is. Tehát ezen a téren is tudtunk változásokat elérni. Ennek ellenére azért nem vagyok maradéktalanul elégedett, és ezt is szeretném kifejteni, ugye? Mert 2 dolgot nem sikerült elérni. Hát egyrészt ez a változás, ez a növekmény, ez nem robbanásszerű. Nem biztos, hogy annak volt alapja, hogy most itt robbanásszerűen mondjuk megkétszereződik 2 év alatt azoknak a fiataloknak a száma, akik az egyetemre iratkoznak és ott boldogulnak. De ez elmaradt. Tehát van egy növekmény, egy egészen biztos, hogy 15-20%-kal több magyar fiatal ír be itthon költségvetés terhére egyetemet, főiskolát, ez egy nagyon szép változás, de ezzel még nem váltunk a legképzettebb közösségé Szerbiába, és az én álmom az, hogy ez a magyar közösséget erről ismerjék fel. A másik dolog pedig, hogy azért azt is tapasztaltam, hogy a fiatalok egy része az folyamatosan a könnyebb utat próbálja választani. Tehát ez a mi felsőoktatási ösztöndíj programunk, ez egy olyan ösztöndíj program, amely valójában
nem az ösztöndíjról kell, hogy szóljon, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy a legkülönbözőbb intézkedéseken keresztül, amelyeknek egyike az ösztöndíj, minél több fiatal ismerje föl, hogy valóban a tanuláson keresztül vezet az út az érvényesülésig, és valóban beleadjon mindent, miután minden körülmény megvan ahhoz, hogy a tanuláson keresztül érvényesüljön, beleadjon mindent a tanulásba. Na most azért az emberek huncutak, meg a fiatalok is huncutok, tehát nagyon sokan azért a cölöp árnyán próbáltak mozogni, nagyon sokan keresték a könnyebb utat. Milyen értelemben? Hát olyan értelemben, hogy mondjuk megpróbáltak azokra a szakokra iratkozni, ahol lehet ösztöndíjat szerezni, de a legkevesebb munkát kell befektetni. Vagy megpróbáltak csak minimumot adni a tanulásban, tehát hogy legyen meg az a 48 kredit, és 6-70-es átlaggal írjam be, és akkor megőrzöm az ösztöndíjat. Vagy voltak olyanok, és ezekből szerencsére kevés, akik már valójában úgy írták alá az ösztöndíj szerződést, hogy ők maguk se gondolták komolyan, hogy most itt mindent megtesznek azért, hogy befejezzék az egyetemet. De minden kivétel ellenére, mondom, egészében véve az eredmények nem maradtak el. A kultúra területén a nyári fesztiválok idejét éljük. Ilyenkor sokkal gyakrabban találkozunk egymással a különféle rendezvényeken, és ilyenkor látjuk, hogy mennyire gazdag maga a közösség kultúrában, hagyományban. Habár azért még mindig a főző rendezvények dominálnak közösségen belül, de nagyon sok a valóban kulturális értékeket felmutató is. Mennyire mozgunk otthonosan ezeken a rendezvényeken? Egészen biztosan, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács, vagy nem csak a Magyar Nemzeti Tanácsnak az érdeme az, hogy a magyar kulturális élet, a közösségi rendezvényeknek a száma, az valóban ugrásszerűen megnövekedett. Tehát ez a létszámában fogyatkozó magyar közösség, ez egyre több, és nagyon gyakran egyre színvonalasabb rendezvényen éli meg a saját közösségi létét, és ez mindenféleképpen egy üdvözlendő cselekmény. Amit a Magyar Nemzeti Tanács ehhez hozzá tudott tenni, az az, hogy valóban fölkaroljuk az újonnan kibontakozó, de biztató rendezvényeket. Másrészt viszont fölállítottunk egy aránylag transzparens rendszert a támogatások vonatkozásában, ami lehetővé teszi az igazságosabb elosztását a támogatási eszközöknek, hiszen ameddig nem volt a Nemzeti Tanács, illetve nem rátott rá a Nemzeti Tanács a teljes támogatási rendszerre, addig az élelmesebb szervezők azok mondjuk tényleg nagyon bőségesen 4-5 forrásból is bebiztosították a rendezvényüket, azok pedig, akik ebből a szempontból egy kicsit, hát hogy mondjam, naivabbak voltak, vagy egy kicsit ügyetlenebbek, azok néha nagyon értékes kezdeményezésekre sem kapták meg a támogatást. Ebből a szempontból most nagyobb a rend a magyar közösségi életben, nincs több pénz, de az a pénz az egy világos stratégia mentén, kiemelt rendezvények mentén, azt gondolom, hogy igazságosabban van elosztva. De a kultúrában történtek ennél sokkal nagyobb, vagy sokkal jelentősebb változások is, ezek pedig az új minőségek. Ugye itt csak mondjuk fogjak meg három dolgot, ugye, mindhárom mondjuk a színházainkat érinti. Ugye először is a tájolás kérdése megoldódott. Tehát a Magyar Nemzeti Tanács támogatásából az összes kőszínházunk, profitársulatunk, az járja a terepet, a remek, profi, hivatásos előadások eljutnak a legkisebb falvainkba is. Itt beállt egy rendszer, és ez nagyon jól működik. Újraélesztettünk egy 20 évig halódó valamikori gyakorlatot. A másik dolog a Tanya Színházat érinti. Ugye a Tanya Színház kapott egy újabb lendületet, és a Nemzeti Tanácsnak köszönhetően Bánátot is járja. Ez nem volt még, ez egy új dolog. Az emberek ezt tudják, hogy járja, azt nem mindenki tudja, hogy ez a mi stratégiánk mentén és kiemelt programként a mi támogatásunkból valósul meg. A harmadik dolog pedig az a kisebb fajta csoda, ami Zentán történik. Jelesül ugye ez a hivatásos színház, amelynek nem volt társulata, most egy nagyon tehetséges fiatal nemzedék oda szerződésével, egy valódi működő társulattal rendelkezik,
rendelkező teljes értékű magyar színházzá válik. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek esetében mi tovább lépünk azon, ami a legjobb időkben is volt. Ugye, mert az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy hát mondjuk ami 20-30 évvel ezelőtt volt, az volt egy csúcs, hát most annak vannak halvány kópiái, vagy a zuhanást, a lefelé csúszást fékezzük egy kicsit. Nem. Vannak olyan dolgok, amelyek teljesen újak, sosem voltak, és egy nagy lépést jelentenek előre is. Ez bizonyítja, hogy ez a magyar közösség életképes, nem csak a Magyar Nemzeti Tanács. A magyar közösség életképes, mert új minőségeket képes létrehozni. Nem csak magát képes időnként halványabban vagy világosabban reprodukálni, hanem új minőségekre vagyunk képesek, és hát ez kell, hogy erőt adjon mindenkinek, nem csak nekünk, hanem a közösségnek is. Ami nagyon fontos momentum a vajdasági magyar közösség, de a Kárpát-medencei magyar közösségről is beszélhetünk, az a 44-es, 45-ös események előtti szerb államfői főhajtás. A Magyar Nemzeti Tanács lesz majd az a szerb, jól értettem én, a Magyar Nemzeti Tanács ülésén, amely kezdeményezni fogja hivatalos formában, hogy a kollektív bűnösséget akkor a szerb kormány levegye a csúrogi, mozsori és abjai magyarokról? Igen, az egyik módja, hogy ezeket a határozatokat a kormány eltörölje, az, hogy a közigazgatási eljárásról szóló törvényben megfogalmazott rendkívüli jogorvoslat keretében ezt a sértett kezdeményezze, vagy az érdekelt fél, és van egy olyan politikai megállapodás, amely szerint ugye csak mi képviselhetjük a magyar közösséget, és mivel ez egy kollektív bűnösségről szóló határozat, tehát csak olyan valaki kérheti ezt, aki képviselettel rendelkezik a közösség vonatkozásában, és hát eddig úgy tűnik, hogy ez csak a Magyar Nemzeti Tanács lehet. Ahogy véglegesítjük ezt az álláspontot, abban a pillanatban mi ezt a formális lépést megtesszük, és mivel a legmagasabb politikai szinten hangzott el az az ígéret, hogy ez valóban csak hetek kérdése, én várom, hogy ez mindenféleképpen nyáron megtörténjen. Valóban azt gondolom, hogy azután, ami már megtörtént, nem sok értelme lenne itt fékezni ezt a folyamatot, ez az én személyes meggyőződésem. Úgyhogy ebből kiindulva én valóban azt várom, hogy rátesszük az íra a pontot, és azt gondolom, hogy ez a valóban katartikus vagy történelmi folyamat ezen a módon hát, hogy mondjam, kap egy újabb elemet. Közben az Alkotmánybíróság előtt folyik az a meghallgatás, amely a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsairól szóló törvényt hivatott felülvizsgálni. Ugye ennek van egy kezdeményezése szerb részről, és van egy kezdeményezése közösségen belül, azaz vajdasági magyar részről is, hogy ez megtörténjen. Hogyan látja ezt a folyamatot? Mi lesz a vége? Hát ugye, amikor kapunk 2-3 erős széllökést hátba, tehát ami előre visz bennünket az országon belül, hát akkor vannak ezzel párhuzamosan olyan folyamatok is, amelyeket nem szabad elhallgatni, és amelyek igencsak aggasztóak. Tehát én nagyon aggasztónak tartom azt, hogy ez az alkotmányjogi eljárás elindult. Azt is aggasztónak tartom, hogy az Alkotmánybíróság sok az én számomra teljesen alkotmányjogi megalapozottság nélküli kezdeményezést tovább engedett az eljárásban, ami nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróságnak ilyen lesz a döntése, de már ez is jelzi, hogy aggodalomra van ok. Tehát baj van, hogy a baj mekkora lesz, vagy lesz-e igazán ebből kár, ez eldől majd, amikor az Alkotmánybíróság át vagy bét mond az ügyben. Én, mint alkotmányjogász, aránylag nyugodtan ülhetnék most itt ebben a székben, tehát nem lenne okom aggodalomra. De hát az Alkotmánybíróság egy politikai bíróság, nem csak itthon, mindenhol a világon. Tehát politikai értékek, meggyőződések alapján is dönt, nem csak a jog alapján. Ezért félek egy kicsit. Noha ez a meghallgatás, amely másodikán volt, azért meglehetősen erősen a törvényt támasztotta alá, hiszen 5 meghívott alkotmányjogász vagy jogász professzor vett részt, és egy volt köztük, aki vehemensen, tehát Vladimir Gyurics,
aki vehemensen kiállt amellett, hogy igenis itt nagyon sok paragrafus ennek a törvénynek, ez alkotmányt sért. Annak ellenére, hogy érveinek valóban kevés volt a megalapozottsága, nem vagyok biztos, hogy az érvei nem tetszettek az alkotmánybírók egyikának és másikának. Tehát meg fogjuk látni, azt gondolom, hogy helyrehozhatatlan kárt okozna nem csak az autonómia ügyének, hanem Szerbia tekintélyének is, és a bizalmi folyamatoknak is, hogyha itt a Nemzeti Tanácsnak a valóban lényegi hatásköreit megnyírbálná az alkotmánybíróság. De nem ez az egyetlen veszély, amely fenyegeti ezt a törvényt, ugyanis létrejött az igazságügyi minisztériumon belül egy törvényelőkészítő munkacsoport, amelyben végül én is helyet kaptam, de amely azzal a céllal alakult meg, hogy módosuljon ez a törvény. És az államtitkár asszonynak az eddigi megnyilatkozásai azok abba az irányba mutatnak, hogy hát nem a hatáskörök bővítéséről, vagy az autonómia kiszéletesítéséről szólnának a változások, hanem hát inkább ezeknek a szűkítéséről. Na most ez a két folyamat ugye egy irányba halad, nem biztos, hogy ebből rossz dolog fog születni, de azt gondolom, hogy ha Mulán bámulnánk a folyamatot aktív részvétel nélkül, akkor nagyon komoly negatív meglepetések érhetnének. Úgyhogy én a magam részéről valóban mindent megteszek, és azt gondolom, hogy a többi nemzeti tanács is, és a nemzeti tanács is, és a politikumunk is, hogy ezek a negatív folyamatok, ezek ne okozzonak valóban valódi kárt a közösségnek. Úgyhogy kétségtelenül itt fontos politikai, diplomáciai, jogi aktivitásokkal lehet elejét venni a negatív hatásoknak. Elnök úr, egy percben kérném, hogy válaszoljon. Mi mozgathatja ezeket a folyamatokat? Tény, hogy a nemzeti tanácsok közül kiemelkedően magasan, aktívan a Magyar Nemzeti Tanács tevékenykedik. Mi a gond ezzel? Szerintem az, hogy jól teljesítünk. Tehát most megkérdezhet, hogy ez miért gond és kinek gond. Hát azoknak gond egy részről, akik hihetetlenül alábecsülték ezt a törvényt, és azt mondták, hogy hát ezen keresztül nem nyer a magyar közösség se új lehetőséget, se új autonómiát, és hát magukat szeretnék igazolni, és mivel ezt nem tudják, ezért megpróbálják ezt a törvényt elfűrészelni. Másrészt meg azok, akik hát igazán nem örülnek annak, hogy ez a magyar közösség megmarad, izmosodik, magára talál ebben az országban, hiszen ugye az elmúlt kormányzatban is voltak olyan politikusok a mostaniban is, és az azelőttiben is, akik bizony erre nem jó szemmel néznek. Nincs egységes álláspont. Állítom még, hogy a mostani kormánykoalíción belül sincs egységes álláspont abban a vonatkozásban, hogy ők hogyan látják ennek a közösségnek a multietnikusságát, hogyan látják itt a magyarság jövőjét, és mivel nincs egységes álláspont, nincs világos stratégia ebben kapcsolatban a szerb kormányzatban, ezért felszínre törhetnek azok a retrográd erők is, akiket zavarunk. Ahogy zavartuk őket a 90-es években, most lehet, hogy nem ugyanazokat zavarjuk, most lehet, hogy másokat zavarunk. Tehát ezzel szembesülni kell, ugye a kisebbségi lét az két dolgot hoz magával. Az egyik dolog az, hogy folyamatosan meg kell harcolnunk olyasmiért, ami másnak megadatik, tehát ami másnak az ölébe hullik. A másik, hogy mindig túl kell teljesíteni, tehát hogy ugyanoda eljussunk, ahhoz többet kell dolgozni, jobban kell csinálni, okosabbnak kell lenni. De én azt gondolom, hogy minél előbb elfogadjuk ezt, annál több sikerünk és eredményünk lesz, hiszen a befektetett munka mindig megtérül. Köszönöm. A végén. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm önöknek is a figyelmet, a szubjektívet látták.